Szóval arra szeretnének kérdezni, hogy hogyan lettél zenész? Miért és hogyan választottad ezt a pályát, illetve ezt a hangszert? Megvolt a meleg ágyam, mert apám is muzsikus volt, ugye zenetanár, de aktív klarinétjátékos is. A klarinét iskolájából még mai napig is tanul, a jelen generáció is, és hát világ összes tájaira elterjesztették annak. De szóval én abból otthon klasszikus zenei emlőkön nevelkedhettem. Hát ez úgy nézett ki, hogy először csellózni tanultam, vagy 3 évig, de semmiféle sikerélményem nem volt, mert hihetetlenül sok kudarc ért a beteges gyermekkorom miatt. Mindig meg kellett szakítani, mindig újra kellett kezdeni, akkor más tanárnál, közben hónapok kórházba, szóval nem ment ez a dolog így. El is vesztettem a kedvemet, a zenét azt kiskorom óta szeretem, és hallgattam is, hiszen akár csak az öcsém, akiből aztán tényleg most már karmester lett, mind a kettőnknek azóta talán az egyik legközösebb vonása, hogy amikor otthon kamarazene volt, már pedig 2 hetenként nálunk otthon, az tuti, hogy kamarazene volt. Apám, amikor a 3 gyermekes családjának lakást keresett, akkor az volt az első számú szempont, nem a gyerekeknek az ügye, hanem hogy a 3 szobát össze lehet-e nyitni, hogy a 2 hetenkénti kamarazenének megfelelő helyszínt tudjon biztosítani, ugye, mert hát az mindig rengeteg vendéggel járt együtt. Persze ez mindig ilyen piknik alapon ment annak idején, hát a háború után közvetlenül. Mondjuk az, kiskoromban is emlékszem még ilyesmire, hogy sámlináltunk, ez a közös az öcsémmel, ugye, hogy mind a ketten sámlinálva már talán másfél-két éves korunkban vezényeltük a, mit tudom én, Brahms fúvósötöst, vagy akármit. És hát különben ezeknek a igazi jam session-eknek, ahogy ezt mi jazzisták neveznénk, mert hát nem volt más, mint örömzene, ahol tényleg akkoriban ez még divat volt, hogy valóban csak a zene öröméért összejöttek emberek, és a legkülönbözőbb kvalitású. Valahogy a dilettáns, sose felejtem el, az volt az első nagybőgős eszmény, ugye, a hatalmas termetű Baja Jóska bácsi, az egyébként szemorvos volt, és csak úgy bőgőzgetett. Na, de úgy egy pisztrángötöst azért csak elbőgőzgetett szépen, és hát, hogy ott közben a vonósok között és a fúvósok között alkalmattán operaházi muzsikusok, vagy rádió szimfonikusból alkalmattán, vagy a legkülönbözőbb helyekről, tehát a dilettáns és a profi muzsikus egymással nagyszerűen megértették ezeken a örömzenéken, megértették egymást, és együtt tudtak muzsikálni tényleg a muzsika örömért. Anyám a MÁSZ-nál, Magyar Állami Szénbányák vállalatnál volt gyorsgépíró és idegennyelvi levelező, és az intézménynek a kórusában, a MÁSZ kórusban is énekelt, és ez a kórus, ez nagyon aktív életet élt, és az egyik ilyen fellépésük alkalmával, hát a koncertet követő hát ilyen rendezvényen játszott egy nagyon jó, a Nikolics fivérek, az egy nagyon híres klarinétos testvérpár volt, az ő zenekaruk játszott ott, és én ott kószáltam a színpadon, a színfalak mögött, és valahogy ott, oda volt támasztva egy bőgő, és elkezdtem ottan pöngetgetni. És a fene tudja, én nem gondoltam, hogy ez kihallatszik, és kint meghallották. És állítólag jó basszusokat fogtam így fül után, és ezek erőszakkal megragadtak, és hát azzal a felkelt, nem is tudtuk, hogy te tudsz bőgőzni címmel, hát én nem tudtam persze, azt sem tudtam, milyen húrok vannak rajta, megragadtak és kicipeltek,
és kénytelen keretlen játszanom kellett velük. Hát össze-vissza, ami a kezem alá került, és gondolom se kell, hogy a rövidesen hatalmas vízfolyagok voltak az ujjamon, és de hát, hogy külön megtapsoltak azért a hülyeségén, amit ott produkáltam, na mindegy, valahogy ott egy pici kedvet kaptam ettől a sikerélménytől, és elkezdtem tényleg bőgőzgetni. Úgyhogy aztán apám elvitt a Tibaihoz, későbbi professzoromhoz, és ő segített hangszert venni, és akkor nála kezdtem el tanulni. Hát itt megtudta apám megint ragadni azt a lehetőséget, hogy én újra zenével foglalkozzam, akár a jazz apropóján is. Hát persze, mondom se kell, hogy a Tibainál nem jazz tanultam, hanem szigorúan klasszikust. Vélek szerint nála a Zeneakadémiát is elvégezte. Igen, hát eredetileg én a szakszervezeti zenedében jártam hozzá, mert ott tanított ő még, és hát mondjuk a legalapabb alapokat ott tanultam meg, és aránylag kényszer helyzetben voltam, mert nem akartam katonának menni, és rövidesen katonának kellett volna mennem, hogyha valami módon nem igyekszem, hogy a főiskolai felvételére alkalmassá tegyem magam. Hát mondanom se kell, hogy nem tudom, én 3 hónap alatt 2 év anyagát végeztem el, véres volt a kezem sokszor. Hogyan indult el a jazz pályafutáson? Igen, hát kezdtem járni olyan iskolai rendezvényekre, olyan bulikra, ahol jazzt játszottak. Persze az akkori jazzt, mert nem tudom, például egy gólyabálon is jazzt játszottak, olyan jazzt, amire táncolni is lehetett. Különben hát ez így volt Amerikában is, hogy a nagy különbség a tánczene és a jazz között jó darabig nem volt, mert hogy a jazzre táncoltak. Hát ez így volt nálunk is, dacára a vasfüggönynek. És hát eljártam ilyen helyekre, és hogy nem, valahogy úgy elkezdtek vinni engem haknikba, hogy hallottuk, hogy jól bőgöz, hát én hiába tiltakoztam, mert hát ez egy jó bőgőzéstől az még nagyon messze volt, egyáltalán bőgőzésnek és zenélésnek se lehetett nevezni, de hogy a fenében ilyen bulikon ez már ment, és kölcsön bőgőkkel, úgyhogy valahogy ez így ment. Aztán még ez 56 előtt volt, tehát amikor is egy kis magyar modern jazz kvartett jött össze, ugyanis egymásra találtunk olyanok, akik akkoriban éppen a modern jazz kvartettet tartották, tudom én, eszményképnek. Na, az borzasztó egyszerű volt, mert mondjuk az egy lemez volt, amit hallgathattunk, úgyhogy más eszményképünk nem is nagyon lehetett. Na most a Szervánszki zeneszerzőnek az unokaöccse, a Szerva, Szervánszki Gábor, nagyon jó zongorista volt, dacárnak, hogy ő tulajdonképpen eredetileg építészmérnöknek készült akkor még, csak aztán később az is lett belőle, vagy gépészmérnök volt, az is lett később a hivatalos foglalkozás, abban is hagyta a zongorázást, de akkoriban hát messze a legműveltebb muzsikus volt közöttünk. Illetve tévedek, mert a Kádor Péter akkor már nagyszerűen zongorázott, aki különben ebben a kis csapatban a vibrafonos lett. Nem volt vibrafonunk. Hát ez nem jelentett problémát, mert lett. Csináltunk. Na én kevésbé, de a Palkó Barna nevű dobos kollégám az hát egy olyan helyen dolgozott, most már nem akarom leleplezni, ahonnan valamilyen módon ki tudott menekíteni, műszerész volt, ilyen finom műszerész, és naponta kihozott egy kész vibrafon hangot, csiszolva, behangolva, és hogy nem, valami vaskeretre, húsklopfonból volt csinálva például a pedál, ugyanis rendesen vibrafon volt, tehát vibrált, elektromos motor lett beleszerelve, úgyhogy mai napig megvan még ez a Kádor Petinek, akit különben típus néven is ismert a szakma. Idősebbek biztos emlékeznek még a típusra. Ez volt az első zenekar, és
olyan fanatikusok voltunk, hogy próbálni jártunk össze, még 56-ban, amikor a kijárási tilalom volt, akkor is életem kockáztatásával, mert a nagybőgő az még nagyobb célpontot, ugye amikor tűz alatt tartották az oroszok a teljes Bartók Béla utat Kelenföldtől, kintről, akkor mi onnan zsinórott azzal a nagy ládával, egy nagy bőgővel ossantunk kapuajról kapuajra, és mentünk próbálni. Na hát szóval mondom, ilyen fanatikusok voltunk. De hát én azt hiszem, hogy ha nem is ilyen fokú, de bizonyos fanatizmus nélkül nem lehet valaki muzsikus soha az életben. Az én ilyen hazai pályán való igazi debütálásom ideje az a Kertész Kornél által szervezett még nem hivatalos, tehát rendőrség által megfigyelt és civil ruhás detektívek által látogatott jam stationek voltak, a Savoy, az Astoria, és nem is tudom, talán Békeszál, vagy hol volt még a harmadik helyszín, ahol ezek voltak, és az akkori hazai jazz muzsikusoknak a színejava, és hát a fiatalok is, és a fiatal tehetségeknek egy találkozó helye volt. Nem tudom, ott játszottam életemben először a Ungár Pistával, de hát már előtte a Fogarasi Jancsival például. Most szóval bőven ezután, az időszak után játszottam a Katival is, amikor én már egy kicsit úgymond divatba jöttem. Ez volt az én debütálásom, mert valahogy itt, nem tudom én, valamire fölfigyeltek, amit állítólag jól csináltam akkor. Én se igazán tudtam. Én akkor nagyon-nagyon a befogadó életemet éltem, mert minden dolog, ami új volt, azt borzasztó szívesen fogadtam. Itt volt ez az első alkalom, amikor nagy plénum előtt és jazz szakemberek előtt szerepelhettem, és körülbelül azóta, és ezt hát lehet, hogy dicsekvésnek tűnik, de szóval azóta szól a telefonom, és én nekem soha életben, és erre viszont büszke vagyok, bár lehet, hogy nem lehetnék büszke, mert ezt tényleg a jó Istentől kapott extra lehetőség, hogy nekem soha egy kilincset nem kellett megfognom, egy telefonkagylót fölvennem azért, hogy nekem legyen valamiféle haknim, úgyhogy azóta szól a telefon, és öregek, fiatalok szeretnek velem muzsikálni, hála Istennek, és én azt ennek borzasztóan örülök, hogy ez így van. Nagyon nagy mázlim volt, mert ugyan jazzbőgőzni senki nem tanított, olyannyira, hogy én ezt akkoriban, így 56 után újnak számító pengetési módot, itt Magyarországon legalábbis, ezt szinte saját magamtól kísérleteztem ki. Aztán, amikor hallottam egy belgrádi bőgőstől, akit aztán életben a Zeneakadémián egyszer, talán az volt az első ilyen jazzes tánczene, amit a Zeneakadémiára egyáltalán beengedtek, és hát 56 után, hogy ez megtörte egy kicsit a jeget. Ott volt egy belgrádi bőgős, még a nevére emlékszem, Boško Vukosavljevics. Na hát ennél láttam igazolva azt, amit én előzőleg csak a Music USA-ről hallottam, az a fajta tónus. Másnap eljött hozzánk ez a bőgős, és ott egy kvázi kis házi jam stationt rendeztek a fiúkkal, ahol hát több muzsikus társaság, akikkel játszottam, összejött. Lakatos öcsi, a Sasvári Attila, a Kádor Peti, az említett Palkó Barna, stb. És ott részben vele, részben velem játszottak. És hát ott életben először láttam, hogy na hát hogy kell pengetni. Na de ez csak a pengetés volt. Én más, csak a
nagy szerencsémre jó partnerektől tanultam, de nem bőgősöktől, hanem zongoristáktól elsősorban, de mindenféle más muzsikustól. Mondjuk, akit igazán tanítómesteremnek tudok elismerni, a Fogarasi Jancsi volt az egyik, aki napra készen hozta az előző éjszaka lehallgatott jó fülelévén, Music USA adásából, a washingtoni Willis Canover féle adásból, amit lehallgatott, ezt napra készen hozta másnap. És különböző stílusokat nagyszerűen tudott, hát mit mondjak, csúnya szóval imitálni. Na jó, de hát ez akkor ránk nagyon jól hatott, és hát borzasztó jó volt vele játszani, sokat tanultam tőle. De hát aztán a következő nagy zongorista, ugye a Garai Attila volt. Szavakkal édes keveset tanultam ezektől a partnerektől, inkább a velük együtt való játékból. Ugye? Tehát Fogarasi Jancsi, Garai Attila, Dobsa Sanyi a rádióban, akkor, akivel ugye 17 évig voltam fejfej mellett, és hát az utóbbi 40 évben pedig a Lukán Gyurival. Mikor kezdtél tanítani a jazz tanszokat? Hát tulajdonképpen alapító tag vagyok, tehát elejétől fogva. Azt hiszem 1968, vagy valahogy így? Nem, 65-ben volt az iskola. Első évben még nem volt bőgő oktatás, második évtől tulajdonképpen. De hát szóval most már a jelen tanári karban én vagyok az egyetlen az alapító tagok közül. Én még akkor kerültem a rádióba, amikor a rádiónak még big bandje volt. Tehát hagyományos big band felállás volt, hagyományos big band felállású volt a tánczenekar. Akkor még úgy hívták, hogy Magyar Rádió és Televízió Tánczenekara. És éppen akkoriban, és ez volt az egyik legnagyobb csáberő, két dolog. Hát egyik az, hogy én akkor friss családapaként, hát ugye egy fix állásnak és egy úgymond nyugdíjas állásnak nagyon örültem, mert hát az nem volt mindegy, ugye, ma sem. Tehát ezen kívül még az volt a baromi nagy csáberő, hogy akkoriban a rádiónak, igaz, hogy sajnos csak rövid ideig, volt egy olyan koncepciója, hogy egyre több jazz muzsikát játszatnak velünk. Hát fantasztikus érzés volt Big Bandben akkor játszani, és akkoriban a Kóródi Jenci, azaz becenevén Pempő volt a dobos, és borzasztó jól éreztük egymást, és hát állítólag fantasztikus tempónk volt úgy együtt, és hát aztán rövid másfél éves hát Big Bandben való játék után meg kellett, hogy elégedjek a kisebb csapattal, a Studio 11-el, ami azután alakult. Hát sokféle okot föl lehetett hozni, de nekem is megvan a saját véleményem, hogy az ország egyetlen hivatalos Big Bandjét megszüntetni bizony nagy bűn volt. Azzal együtt a Studio 11 is, amikor alakult, nagyon érdekes, hogy alapvető jazz koncepció is volt. Játszottunk is, amit most, ha föltennék egy-két felvételt, akkor elájulnál, hogy milyen fantasztikus jazz muzsikát játszottunk. Volt is egy konkrét példaképünk is, az úgynevezett Dave Pell Octet. Hát nem igazán a jazz muzsikusoknak jelentett jó jövőt a további rádiós munka, amit én aztán 78-ban ott is hagytam. Például elvállaltam egy olyat, növendékeimnek szoktam ezt emlegetni, amikor ugye valami 12 vagy 13 együttesből a rádiós jazz versenyen 8-ba én bőgőztem. Tehát saját magam ellen versenyeztem tulajdonképpen. Különben érdekes, hogy az egyik ilyen rádiós jazz versenyen a Kovács öcsivel, Kovács Andor néhai kedves kollégámmal, akivel hát nagyon sokat játszottam együtt mindenféle trióban. A vele való trióval nyertük meg az egyik ilyen rádiós jazz versenyt. Az
az igazán nagy nevek, például Teddy Wilson, akivel egy teljes Erkel színházi estet játszottunk végig trióval, és egy fél nagykanizsai fesztivált, egy fél koncertet. És mondanom se kell, hogy sehol se azonos műsorral, Kis Imre szervezésében halál pontosan a 22-es stúdióban időbe oda lettünk Kőszeg Imrével csődítve próbára. Meg is jelent a Teddy Wilson, rövid bemutatkozás után leült a zongorához, se szó, se beszéd, elkezdett játszani. Majd egy idő után fölnézett a zongora mellő, hogy mi miért nem játszunk vele. Hát elkezdtünk játszani, se kotta, se megbeszélés, se semmi. Aztán úgy egy idő után fölállt, azt mondja, ez neki megfelel, és köszöni szépen, és akkor holnap találkozunk Nagykanizsán. Hát mi nekünk leesett az állunk, hogy ez volt a próba. Aztán na, tényleg Nagykanizsán találkoztunk, ahol az előbbi próbából egy hang se hangzott el, teljesen más műsor, és ez még idáig rendben lett volna, hogyha a rákövetkező napon az Erkel Színházban legalább egy szám azonos lett volna, de egy se volt. Nagy ajándék az élettől, hogy ezekkel együtt játszhattam. Nem tudom én, a Hans Kollertől kezdve, azóta már Európában élő Ettikpenig, rengeteg mindenkivel sikerült játszanom, vagy a Erik Klenschuster, vagy nem is tudom most kiket emlegessek, vagy a Namiszlovszkival rengeteget, ugye a lengyel jazzvilágnak a nagy nevű képviselőjét említsem. Talán az első amerikai dobos el kell mesélnem, akivel együtt játszottam, a Jim Pratt-tal. Nagy élmény volt, mert ugyanak addig is a hazai legjobb dobosokkal volt alkalmam, hála jó Istennek, játszani, de a Jim Pratt az valami egész más volt. A Zeneakadémián volt egy koncertünk, négyesben, a Jan Spasin Brubleski, aki a lengyel jazz életnek a nagy öregje, a Varsói Rádió Big Bandjének volt hosszú ideig a vezetője, tenor szaxofonos, úgy is szokták mondani, hogy a lengyel Coltrane. Ő volt az egyik külföldi, a másik az említett Jim Pratt, aki egy ilyen hátán a háza, egy ilyen hátizsákkal járta a világot, meg két dobverővel, saját szerelése se volt szerintem, és így utazta a világot. Egy ilyen nomád ember volt, és a zongorista a Fogarasi Jancsi volt, és Szerény személyem. Hát, mikor elkezdtünk játszani ezzel a Jim Pratt-tal, hát úgy éreztem, hogy valami hatalmas, fantasztikus fotelba beleültem, amit úgy teljesen az embernek a feneke alá készítettek, hogy borzasztó jól éreztem magam. Szuper trió megalakulásáról, mert azért az egy fontos dolog, én úgy gondolom, az életedben. Hát, mint említettem, Lukán Gyurival most már vagy 40 éve, dobosok viszont változtak. Kezdet-kezdetén Jávori Vili volt a dobos. Az első szériákból való akkoriban legtehetségesebb dobos a Rosenberg Tomi lett kiválasztva, és nagyon be is vált, mint dobos, a Vili helyett. És aztán így voltunk a legkülönbözőbb helyeken, voltunk Montreux-i fesztiválon, Palermo-i pop rock jazz fesztiválon, Kőszegi Imrével rengeteget játszottunk, még alkalmilag. 80-tól kezdve az Imrével voltunk trióban. Na most vele együtt mentünk ki, akkor is, és aténi Barakos Jazz Clubban játszván, ott felfedezett minket teljesen alkalmilag az Columbia EMI cégnek, akkor egyesült különben a kettő,
a képviselete, és mindenképpen akartak velünk csinálni egy felvételt. Na most ki volt írva, hogy a Hungarian Super Trio, ugye, a házigazda ilyet írt ki rólunk, hát nem mi írtuk ki magunkról, és ez borzasztóan tetszett a Columbia cég képviselőjének, és azt mondta, hogy hát hosszabb időn keresztül akarnak velünk Frigyet kötni, és ők csak ilyen elnevezéssel akarnak minket, vagy Super Trio, tehát ők találták ki, így akarnak minket forgalmazni. Nagyon örülök, hogy ez fönnmaradt az utókor számára, ez a Super Trio Elliptic Dance című lemeze, ahol Lakatos Dezső, azaz Ablakos a szólista, altszaxofonnal, altfuvolával. Ez akkoriban a Timeless cég, Timeless Record, akkoriban összesen három együttes volt Európából, akikkel, mert elsősorban a cégnek az alapállása az volt, hogy amerikai jazz muzsikusokat forgalmazzon Európa részére. Ez volt az alapkoncepció. Tehát összesen három együttes, és ebbe mi is benne voltunk ebben a háromban, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt akkoriban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy ezeket elmesélted. Örülök, ha szolgálhattam vele. Thank you.